Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Mivel idén most találkozunk először, mielőtt elkezdenénk a műsort, én szeretnék önöknek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni. Most pedig kezdünk, tartsanak velünk! Tavaly a Fehérvár magazin stábja közös főzésre invitálta a palotavárosi tavak mellett élő erdőlakó embereket, most pedig egy nagy áruházban vásároltunk velük közösen. A büdzsét a Fehérvár Média Centrum szerkesztősége állta. Bár a most következő videót karácsony előtt készítettük, ezeknek az embereknek az év bármely szakában lehet segíteni. Most például tűzifára van szükségük. Hat sátor van 13 emberrel, piros paprika, só, liszt, cukor, teja, citromlé, ilyen kávé, ha lehetséges, zsemlemózsa, leveskocka, ételízesítő, sörített paradicsom, őrölt bors, olaj, fokhagyma, krumpli, vöröshagyma, tészta, rizs, tarhonya, savanyúság, húsfélék, sertésztomb, darázshús, tojás. Ha lehetséges, még az lenne a kérése itt az erdőknek, hogy gyertyát, vécépapírt és ilyen tisztasági szereket, hogyha lehetséges lenne, hogy kaphatnánk-e. Nagyon szépen köszönjük a kedvességüket, és mindenkinek, aki segített nekünk ott, a lakosoknak is külön megköszönjük, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Nagyon szépen köszönjük. De amúgy inkább ilyen kis közületekbe járok, tehát úgy nem szoktam ilyen nagyobb üzletekbe járni. Könnyű volt összeírni ezt a listát, amit maguk hoztak? Hát nekem könnyű volt, mert a két hölgy megoldotta, úgyhogy semmi nehézségben nem üzködött. Ebédelni, minden, ugyanúgy fádúsítunk. Tehát rendesen, mintha egy komplet család lenne, hogy így mondjam, hogy úgy vagyunk mi ott. Főzni fognak? Igen, persze, természetesen. Azt tudják már, hogy mit? Hát elvileg azt mondtam, meg a Marika, hogy rántott húst akarnak hasább burgonyával. Ugye ennek hát egy kis savanyúság becsoltán. Ajándék lesz? Hát, még azt nem tudnám megmondani, talán sikerül valami. Mi az, amire még esetleg szükségük lenne ezen az ételen kívül? Hát, nekünk oda nagy segítség lenne, hogy a tüzelő tudnának elintézni valamit, és azt nagyon szépen megköszönnénk azt is. Terápiás központját avatta fel a Zsolt utcában a Mentaház. Az új rendelőbe mi is ellátogattunk, annyit pedig előre elárulok, hogy nem a megszokott fehér csempés vizsgálóasztalos környezettel találkoztunk.
Mentaház Plusz Terápia Központ néven új magánegészségügyi centrumot avattak a Zsolt utcában. A Székesfehérváron már 5 esztendeje jelenlévő mentaház magánorvosi központ az új helyszínen elsősorban a gyermekeknek, gyermekes családoknak szóló rendelésre várja a pácienseit, valamint egy speciális fejlesztő központot is adottak. A terápiás foglalkozás vezetőinknek szerettük volna biztosítani azt a fajta minőségi betegellátást, amit a páciensek az elmúlt 5 év alatt megszokhattak. Fontos kiemelnem, hogy a rendelő kialakításánál tulajdonképpen elsődleges szempont volt, hogy ne rideg orvosi rendelőket alakítsunk ki, hanem meleg, barátságos környezetet, ahol a terápiás foglalkozásokra érkező páciensek gyógyulni tudnak. Miért fontos ez egyébként, hogy ilyen környezetben találkozzanak a betegek az orvosaikkal? Már egy magasabb szintről kezdődik a betegeknek a gyógyítása, tehát nincs az a stressz, az a feszültség, amit egy fehércsempés vizsgáló ágyas orvosi gépekkel berendezett rendelő nyújtana tulajdonképpen. Ezek nyugodt rendelők, ahol tulajdonképpen kizárólag terápiás foglalkozások zajlanak. Mégpedig olyan foglalkozások, ahol a gyerekeket és szülőket is várják, ha szükséges. Székesfehérváron a Mentaház Plusz Terápia Központ az első és olyan abszolút hiánypótló egészségügyi szolgáltatás, ahol a gyermekek és a felnőttek egyaránt kapnak pszichiátriai, pszichológiai, pszichoterápiás segítséget. És azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, hiszen sokszor a gyermekpaciens valójában csak egy indexpaciens, és sokszor a szülőkkel vagy a családdal is kell foglalkozni, és erre tulajdonképpen itt lehetőség van, hogy a segítségre szorulók mind a felnőttek, mind a gyerekek pszichiátriai és pszichoterápiás, pszichológiai segítséget is tudnak kapni egy nagyon igényes és melegséges, barátságos, biztonságos terápiás környezetben, ami segíti a mi munkánkat, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni. Az épületben 4 rendelő várja a gyógyulni vágyókat. Az első rendelőnket pszichoterápiás foglalkozásokra rendeztük be. Itt egyéni, illetve csoportos foglalkozások is lesznek majd. Van egy gyerek pszichoterápiás rendelőnk, ott kimondottan gyermekpszichológus foglalkozik a gyermekek, gyermekpácienseinkkel. Ebben a rendelőben is lesznek csoportos, illetve egyéni terápiák is. Van egy pszichiátriai rendelőnk, ott főleg egyéni terápiák folynak, illetve van egy negyedik rendelőnk, ott egyéb terápiás foglalkozásokra lesz majd lehetőség, illetve már decembertől van lehetőség lézerterápiára és kineziológiai szolgáltatás elérésére is. A szolgáltatások között lehetőség lesz jogára, gyógytornára, a szakemberek pedig tervezik nyáron a gyerekek táboroztatását is. Ellátogattunk a Szent Imre Általános Iskolába, hogy kiderítsük, hogy hogyan működik és tulajdonképpen mit is jelent a SANSZ program. Játszva tanulni a legjobb. Erre a 4 szóra esküszik a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. Ezért is alkalmazzák a SANSZ programot. A mozaik szó a sakk, angol, néptánc és számítógép használat szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Mégpedig azért, mert az intézményben úgy gondolják, hogy a kisiskoláskori élmények befolyásolják a gyerkőc későbbi életét, munkakultúráját és kudarc tűrését. Na de hogyan jön össze a sakk és a tanulás egyházi iskolában? Egyházi fenntartású intézmény vagyunk. Ez más nem jelent, egy kis pluszt jelent a költségekhez képest, ugye a szülői költségekhez képest, ugyanúgy állami normatívából működünk, szakköreink, egyéb fejlesztő foglalkozásaink ingyenesek, étkezés ugyanígy. A pedagógiai programunkban van különbség, hiszen mi erőteljesebben kidomborítjuk az értékrendet, egy értékrend kultúra átadását, és talán ez a legjelentősebb különbség, hogy egy katolikus értékrendet is átadunk a gyermekeknek a 8 év alatt, amíg itt a mi iskolánkban eltöltik a hát egyik legfontosabb időszakukat. Ezt a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy iskolaként működünk, tehát legfontosabb tevékenységünk a
középfokú beiskolálásra történő felkészítés, de emellett a mindennapi életünket a katolikus életrendnek és egy iskolás életrendnek rendeljük alá. Tehát a megszokott családokban megszokott életmód mellett ugyanúgy elsőtől a nyolcadikig olvasni, írni, számolni tanítjuk a gyermekeket, és legfontosabb tevékenységként még egyszer azt végezzük el, versenyre küldjük őket, egyéb foglalkozásokra, hogy a gyermek sokoldalúak, tájékozottak, megőrizzék a kíváncsiságukat, és hát jól teljesítsenek, amikor megmérettetésre kerül sor. Miért fontos egyébként, hogy itt az iskolában a vallást is gyakorolják a fiatalok? Hát távolról kezdem, én úgy gondolom, hogy jellemnevelés. A mai világban akár a félelemmel szemben, vagy a rengeteg kihívással, vagy egy ártó dologgal, akár az internet ártalmaira is gondolok szemben, kell egy tartó erő, és úgy gondolom, hogy egy kipróbált értékrend, amelynek a gyakorlata és a közösségi megerősítése nagyon fontos. Talán ez a legfontosabb, én szerintem a mai világban, hogy olyan értékrenddel rendelkezzen egy gyermek, amely akkor kihívásaira is megfelel, tehát védi a gyermeket, másrészt pedig még egyszer munkakultúrát, morált, küzdeni tudást, és hát olykor ugye akár mondjuk a sakra gondolva, akár a vereségek elviselését is lehetővé teszi. Tehát én a jellemnevelést nagyon fontosnak tartom, hosszú távú céljaink vannak, és amikor közben versenyeredményeink születnek, azok mindig csak úgy mondanám gyümölcsei ennek a munkánknak, amit hosszú távra tervezünk. Említette, hogy szakkörökön működnek itt az intézményben, illetve versenyekre is rendszeresen járnak a gyerekek. Milyen szakkörök ezek, és milyen jellegű versenyek azok, amiken ők eredményesen szoktak teljesíteni? Hát igen, nem is, ugye ez mint gyümölcsök, de a legfontosabb programunként talán a SANSZ programot tudnám említeni, amely egy mozaik szó, ugye sakk, angol, néptánc, számítógép használat. Ez már óvodában elkezdődik, hogy a gyökerei oda lenyúlnak, és plusz képzés, tehát plusz órában, plusz terhelésben történik, a gyerekek részére is, persze a szülők részére is, még egyszer ezek mind ingyenes programok, de azért a gyermekek idejét nagyon igénybe veszi, és az energiáját is. Most egy ilyen programnak a eredményessége már a felsőben, de már harmadikban is nagyon jól mérhető, és ezek a gyümölcsök jelennek meg, akár sakkban, akár matematikában, akár szalóversenyben, vagy akár egy múzeumlátogatásban, ahol azért kapnak dicséretet, mert nagyon fegyelmezettek, kultúrántat tudnak viselni, és nagyon ügyes kérdéseket tesznek fel. Olykor átveszik a tárlatvezetőnek is a szerepét, mert hát ugye a gyerekek tele vannak tudással, kíváncsisággal és hát aktivitással. Emelt óraszámban tanítjuk ugye a sakkot, az angolt, a néptáncot, illetve hát a mozgáskultúrát, mozgáskottát és a számítógép használatát is. Ezek olyan sok oldalú képzését teszik lehetővé a gyermeknek, amivel mi mindig beiskolázási időszakban kampányolunk, hogy nem lehet tudni még, hogy a gyermeknek milyen képessége van, miben erős, miben lesz sikeres. Ezért egy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy széles nyomtávú útra tereljük a gyermekeket, és találnak benne hát sikert, örülnivalót. Van, aki nem tud jól matekozni, de viszont nagyon jól sakkozik, pedig úgy gondolnánk, hogy a kettő szorosan együtt összefügg. Tehát ez a széles képzési program mindenkinek ad kedvet, kíváncsiságot és sikerélményt. És én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy az a gyermeki kíváncsiság, ami még elsőben, meg alsóban is megvan, ez megmaradjon középiskolás korra is, hiszen hosszú távra ez jelent teljesítőképességet a gyermek számára is, de mondhatnám örömet, sikert a család számára, a iskola számára, meg hát ilyen nagy szavakat mondhatok, akkor egy nemzet számára is. Milyenek a gyerekek visszajelzései egyébként a programmal kapcsolatban? A gyerekek mindent bírnak, tehát ők ugye az értelmes és jól szervezett programot nagyon szeretik, és így vesznek részt. Tehát amikor azt mondom, hogy már ne küldjük annyira, és már későn kezdődik, ők ezt egyrészt kötelességként, másrészt felelősségként, harmadrészt pedig lehetőségként érik meg. Mondjuk is azt mondtam, hogy a gyermek energiája szinte kimeríthetetlen, ha értelmes és jól szervezett programokra küldjük őket. Tehát ők szívesen és örömmel vesznek részt. Persze kell ehhez az, hogy a kudarcok mellett, tehát még egyszer sakkban, akár matematika versenyben, szalóversenyben vannak azért nem első díjak is, első helyek, mindig érnek el szép eredményeket, ami táplálék ugye egy versenyzőnek, hogy akkor tovább küzdjön, áldozza rá az idejét, erőfeszítését, kiálljon, és akkor hát még egyszer a kudarcok vagy sikertelenségek mellett begyűjtse azokat az elismeréseket, ami a erőfeszítésének a gyümölcsét jelenti. Én úgy érzem, a gyerekek örülnek ennek. A legfontosabbnak tartom még egyszer, hogy munkamorál és a munkakultúrának a kialakítását. Ez hosszú távú értek, és ezt mi
talán elsőként kitűzzük, mint a versenyeredményeket, amely még egyszer csak eredménye ennek a nevelő munkának. A Szent Imrés gyerekek szeretik iskolájukat, sokaknak több kedvenc tantárgya is van. Tesi, az írás, meg az olvasás, és azért, mert írásban sok piros pontom van. És mire kaptad azt a sok piros pontot? Szépen írok. Tasi is ezekért a tantárgyakért rajong. A testnevelés, az írás és az olvasás. Jól is mennek ezek neked? Igen. Milyen jegyeid vannak? Sok-sok ötös. A gyerekek közül sokan már óviba is ide jártak. Nagyon szeretem, mert a tanárok is nagyon jól tudnak. Őszintén megnevelik a gyerekeket, ha már otthon nem is sikerül pár szülőnek. Hát én sem vagyok egy minta gyerek, de úgy érzem, hogy sikerült a tanároknak fegyelmezni engem. Hogy értékel ezt? Hogy ezt itt te is kimondod? Hát elég sok szigorúsággal, és tényleg nagyon szeretem ezt az iskolát. Nagyon a szívemhez nőtt, és ezért nem akarom elhagyni. Úgyhogy a 8. biztos, hogy kijárom. Ezen kívül mi ennek az oka, hogy ennyire ragaszkodsz ehhez az iskolához? Fú, hát a barátok. Van sok barátom, akiket már óvodáskorom óta ismerek, és őket is nagyon megszerettem. Van, aki a vallásban találta meg magát. Én óvodáskorom óta itt vagyok, és nagyon szeretem, mivel ugye vallásos családból származok, és szeretem, mivel katolikus, de ugye nem ez az egyetlen katolikus iskola suli a városba. Szeretem, mert tanulunk hittan. Van ennek egy ilyen mélység, amit úgy érzek, és úgy jó, hogy valaki figyel rám, meg ilyesmi. Az, hogy tanulunk hittant, az olyan szempontból is fontos, hogy az olyan ünnepeket, amik mondjuk annyira nem ismertek, azokat mi is megtanuljuk, jobban tudjuk. Persze azt is megkérdeztük a diákoktól, hogy milyenek a tanárok. Vannak szigorúbb és kedvesebb, meg mármint a szigorúak is kedvesek, de úgy szeretem a tanárainkat, mert úgy a nagyja vallásos, és kedvesen tanítanak, és ha elszúrjuk a dolgokat, akkor annak javítási lehetőséget. Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy az intézmény kiket szeretne megszólítani. A legfontosabb ugye a szülő szándéka, hogy ő szeretne egy ilyen értékrendet a gyermekek köré, és nem csak azért, mert a nevelőktől ezt látja, hanem mert a közösségben ezt így éli meg. Tehát amikor ő csinál valamit, vagy amikor vele történik, akkor is megmozdul egy értékrend, és úgy érzem, hogy jól igazítja el a gyermeknek a cselekedetét, vagy az érzelmeit. Tehát azokat a szülőket várjuk, akik ezt a katolikus értékrendet elfogadják, fontosnak tartják, és emellett még hát fontosnak tartják azt is, hogy a gyermeke még egyszer egy munkakultúrával, közéleti tudással rendelkezzen, mert azért innen úgy megy ki a gyermek. 8. gyerekek visszajárnak, és középiskolában is nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy terhelhetőek, akár műsorokon, akár versenyen, akár munkában, hozzászoktak ahhoz, hogy terhelhetőek a gyermekeink fizikai munkával is, és hát egyéb más jellegű közösségi munkával is. Talán az a szülő, aki úgy fontosnak tartja még egyszer a gyermekének egy mélyebb vagy hosszabb távú jelenformálását, küzdeni tudásának, a kudarctűrő képességének fejlesztését, hát azokat várjuk, és szerencsére hát egyre többen vagyunk, hiszen a létszámunk folyamatosan nő. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!